Tisztelettel felkérem Takaró Mihály írót, irodalomtörténészt, tartsa meg ünnepi beszédét. Tisztelt ünneplő egybegyűltek! Az egyetemes magyar kultúra azon nagy alakja előtt tisztelgünk ma, aki a 20. századi magyar lét minden lehetséges sorshelyzetét a legnagyobb méltósággal, emberi méltósággal meg és végigélte. Hiszen amikor élete alfájaként 1908. január 8-án a Kolozs vármegyei válaszúton megszületik, egy grófi család birodalmi magyarjaként látja meg a napvilágot. Aztán eltelik 12 esztendő, és a trianoni békediktátum következtében megváltozik az elnevezése, így fogják hívni határon túli magyar. 20 keserves esztendő ezután. Erdély román megszállásának ideje. Míg eljön a második bécsi döntés, ahol Észak-Erdélyt és egy korridorral összekötve Székelyföldet visszajuttatják Magyarországnak. És ekkor Vas Albert státusza megint más lesz. Úgy hívják 2 millió magyar társával együtt, visszatért magyar. 4 csodálatos esztendő annak ellenére, hogy tart a háború. Annak ellenére, hogy be kell vonulni a katonának, és annak ellenére, hogy a háború utolsó percéig harcol Magyarország függetlenségért. Azonban 1945 húsvétjának hajnalán szándékai szerint ideiglenesen, valójában azonban immáron mindörökre elhagyja Magyarországot, hogy elkezdődjön életének egy új szakasza, a német évek, amikor is úgy hívják majd őt, hogy hontalan menekült. Ez a sors ér véget 1951. szeptember 17-én egy ködös őszi hajnalon, amikor a USS General Muir katonai hadiszállító hajóján megérkezik New York kikötőjébe. Hogy elkezdődjön életének leghosszabb és talán legkeservesebb szakasza, amelyben megint más lesz a státusza, úgy fogják hívni emigráns. Volt anyaországi magyar, határon túli magyar, visszatért magyar, hontalan menekült és emigráns. Hogyan lehetett ezt a 9 évtizedet mégis a legnagyobb emberi méltósággal meg és végigélni? Tisztelt hallgatóim, úgy, hogy már ifjú gyermekkorában a kolozsvári Farkas utcai református kollégiumban vezérigét választ az életének. A papja egy este azt mondja neki: Albi, ha meg akarsz állni az élet viharában, válasz magadnak egy igét, amire rábízhatod a sorsodat, és tarts ki mellette. És a harmadik napon pap és diák ugyanazt az igét választják, a Biblia 33 ezer verséből, 180 ezer sorából, ugyanazt, mind a ketten egyszerre. Ez így szól: ismerjétek meg az igazságot, és az igazság szabadokká tészen titeket. Ezt ekkor fölírja a kis kockászfüzete tetejére, és 90 esztendeig ez lesz élete vezérelve. Igazság és szabadság. Igen, ez áll Vas Albert értékrendjének csúcsán. De a gyermekkor tapasztalata még valami másra is megtanítja ezt a lassan fiatallá serdülő embert. Mégpedig arra, hogy krízisben, és ezt 21. századi magyarok érdemes megjegyeznünk, mindig rajtunk múlik, hogy a krízisből katasztrófa lesz, vagy katarzis. Válságban soha nem másban kell keresni az okot, ha abból összeomlás lesz,
és nem fölemelkedés. De ez csak akkor igaz, hogyha egy ennél fontosabb igazságot hozzáteszünk. Mert ha ezt az igazságot is ismerjük, akkor megvan a kezünkben a recept. Ez így szól. Krízisben a gyengék mindig élethazugságokba menekülnek. Az erősek meg életigazságokba kapaszkodnak. És innentől kezdve bármilyen volt sorsa, soha többé nem engedte meg magának az élethazugságokba menekülés luxusát. Életpályája a külső szemlélő számára legsúlyosabb pontján 1947-ben, amikor már elvesztette otthonát, Erdélyt, hazáját, Magyarországot, vagyonát, birtokait, sőt, jogi értelemben már az életét is. Nos, ekkor írja meg új arc poétikáját, melyben összesűrítve benne van múlt, jelen, jövő ideális magyar látása. Hontalanság hitvallása. Hontalan vagyok, mert vallom, hogy a gondolat szabad. Mert hazám ott van a Kárpátok alatt, és népem a magyar. Hontalan vagyok, mert hirdetem, hogy testvér minden ember, és hogy egymásra kell lejjen végre egyszer mindenki, aki jót akar. Hontalan vagyok, mert hiszek a jóban, igazban, szépben, minden vallásban, és minden népben, és Istenben, kié a diadal. Hontalan vagyok, de vallom rendületlenül, hogy ő az út s az élet, és maradok ez úton, míg csak élek, töretlen hittel, ember és magyar. És töretlen hittel maradt ember és magyar. De ha ez így van, miért hát mind a mai napig sokak részéről a zsigeri gyűlölködés és rágalom? Tisztelt ünneplők, Vas Albertnek egyébként nincs szüksége védelemre, hiszen védelmezik írásai. A bennük magas esztétikai igénnyel megfogalmazott erkölcsiség és egy egész nemzet egyre erősödő, mélyülő tisztelete és szeretete. Ám mégis válaszolnunk kell a kérdésre. Azért, mert mindazoknak, akiknek számára az igazság a legüldözendőbb, mindazok számára, akik az igazsággal soha nem mertek és nem is akartak szembenézni, egy olyan ember életműve, amely előhozza egy egész nemzetben múltjának fénylő és örök igazságait, mely kendőzetlenül és elfogadatlanul rámutat nemzeti gyengeségeinkre, hibáinkra, történelmünk során néha-néha elkövetett bűneinkre, ugyanakkor erőnkre, tehetségünkre, nagyságunkra, szóval aki elfogulatlanul állít elénk tükröt, az ezeknek az erőknek tegnap is, ma is, és ne legyen kétségünk, holnap is a leggyűlöltebb ember lesz. Ha valamiből tudhatjuk, hogy Vas Albert megtartotta az ismerjétek meg az igazságot, és az igazság szabadokká tészen gondolatát, akkor ebből biztosak lehetünk benne. Tisztelt ünneplők! Vas Albert művei ma is mintául szolgálnak egy magasrendű énkép, társadalomkép és világkép kialakításához. Valva és nem megtagadva a nagy elődök, Berzsenyi azt mondja, nem sokaság, hanem lélek szabad néptes csuda dolgokat.
vagy Vörös Marti szavait, ki ezt üzeni nekünk, hazádnak rendületlenül, légy híve, ó magyar. Szóval, igen, valva a nagy elődök értékeit, ő is ilyeneket teremt. Egy szobor, egy emlékmű, akkor érték, felállítása akkor éri el a célját, ha amikor elmegyünk mellette, eszünkbe jut róla valami. Ha az ember elmegy egy Petőfi szobor mellett, önkéntelenül is azt mondja, nemzeti dal, szabadságszerelem. És hogyha Kossuth szobra mellett vezet az utunk, azt mondjuk 1848-49. És ha Vörös Martit látjuk valahol föltűnni, egy táblán vagy egy bronzszobor alakjában, egy szó bizonyosan mindenkinek eszébe jut. Rendületlenül. A szózat rendületlenülje. És Kölcsey mellett sem lehet menni, nem lehet elmenni magyar embernek úgy, hogy ne jusson róla eszébe a himnusz. És Vas? Ha elmegyünk mellette, vagy itt megállunk vele szemben, mi jut róla eszünkbe? Bizonyos vagyok, hogy egy szó mindenkinek eszébe jut. És ez úgy szól, magyarság. Mert a 20. századi magyar sors jelképe és követendő példája ő. Befejezem. Hallgatóim, tisztelt ünneplő közönség, nem volt vele a sors igazságtalan, hogy ennyit szenvedett, hogy 90 évet élt, és nem láthatta meg újra a haza csodálatos földét? Vagy nem volt vele igazságtalan az Isten, akiben hitt, és minden nap olvasta szavait? Távol legyen. Tudják, mi értelme volt az ő szenvedéseinek? Hiszen volt anyaországi határon túli, visszatért, hontalan menekült, emigráns. Hogyha mi most összegyűlünk itt Magyarországon, mondhassuk joggal, Vas Albert a miénk. És ha a határon túli magyar között 4-5 magyar összehajol, mondhassák joggal ők is, Vas Albert a miénk. És hogyha valaki bárhol a világon magyarként a hontalan menekültek keserű, keserves kenyerét eszi, joggal mondhassa, Vas Albert az enyém. És az emigrációba szorult százak, ezrek, százezrek, milliók, a 20. századi magyarság, joggal mondhassa, Vas Albert az enyém. Így lesz értelme ennek sok-sok léthelyzetnek. Így magasztosul fel a szenvedés, és teszi Vas Albertet a magyarság legegyetemesebb írójává. Igen, ünnepeljük őt, jó okunk van rá. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.